Az idei utolsó varázsfuvol előadás az Erkelben Szinetár Miklós rendezésében. Dicsőség és boldogság legyen! Ez Mozart utolsó operája és egyben leggyakrabban előadott műve. Egyszerre nagy opera, vígopera és dalmű. A varázsfuvol a története pontosan 227 éve foglalkoztatja az embereket. Mozart ebben olyan fantasztikus dolgokat fogalmazott meg és írt bele, és a hangszerelése is olyan, hogy nem véletlenül a címe is varázsfuvola, mert hogy ez egy varázslat. Számos, gyakran ellentmondásos műelemzés látott már napvilágot a misztikus alkotásról. A zene és a történet, de Mozart különös személye is alkalmat ad arra, hogy a tudósok újabb és újabb magyarázatokkal álljanak elő. A királyosság lánya vagy, akkor igen? Ő megmagyarázhatatlan szerintem. Azt gondolom, hogy az agyi kapacitását, amit mi jó esetben 8-10%-ot használunk, ő szerintem közel volt a 100%-hoz, hogy ő azt ki használja, ami nem csak azt jelenti, hogy ahogy ő komponált, hanem amiket megérzett. Ő úgy komponált, hogy semmit nem javított. Tehát, mintha lediktálták volna neki föntről, vagy valahonnan. A történet változatossága, sokféle jelentés rétege több értelmezési lehetőséget is ad a néző számára. Rost Andrea Paminát alakítja. Ő az élet misztériumát látja a történetben. Igazából az élethez való viszonyulásunkat, az életnek a nehézségeihez, az egymáshoz való kapcsolódásokat, és talán az egymás tiszteletét is. Mozart az énekeseknek is feladta a leckét a varázsfuvolában. Rőzer Orsolya Hajnalka a zeneirodalom egyik legmagasabb áriáját énekli ezen az estén, az Éj királynőjét. Szerintem nem igazán a magasság ennek a szerepnek a nehézsége. Először is nagyon távol van a két elje egymástól, és semmilyen duett, tercet, vagy bármilyen más köztes dolog nincs benne. Tehát van egy ária az elején, egy a második felvonás elején, és ugye nagyon nehéz azt a hangot ugyanabba az ívben tartani. A mű librettójában és a megzenésítésben is erősen befolyásolta a két alkotót, Schikanédert és Mozartot a szabadkőművesség szelleme. Sokan gondolják, hogy Sarastro a varázsló figurája és az őt körülvevő papság egyértelmű utalás a szabadkőművességre. Hát nem tudom, hogy... Ja, én vagyok ma tényleg. Palerdi András énekli Sarastrót. Sarastro Krisztus előtt született, és szerintem már sejtett valamit a kereszténységről, de... csak sejtett. A tetteje és a bölcsessége, az bebizonyítják Taminónak is, hogy jó ember maga Sarastro. Pár hónappal az opera ősbemutatója után Mozart meghalt. Máig sokan úgy gondolják, hogy azért következett be a halála, mert szabadkőműves páholytársai elárulva érezték magukat, amiért Mozart kifecsegte a titkukat a varázsfuvolában. Bizonyos vélekedések szerint még magyar vonatkozásai is vannak a műnek. A történet úgy szól, hogy Schikaneder szerződtetett egy bécsi diákot, Georg Metzlert, hogy segítsen a librettó megírásában. Metzler Born Ignác tanonca volt, így jól ismerte a selmecbányai akadémikusokat és felvilágosult körüket. A varázsfuvola férfi főszereplőit állítólag róluk mintázta meg, Sarastrót magáról, Born Ignácról, míg Tamino alakját valószínűleg egy másik sikeres magyar kutatóról, Müller Ferencről. Minél mélyebbre ásunk a mű megértésében, minél több jelentésréteget sikerül feltárnunk, annál inkább érezzük, hogy sok szubjektív megfejtése létezik. Mozart remek műve mindenki számára rejtegett titkokat. Lehet az ember 11 vagy 20 éves, vagy akár bölcs és idős. A varázsfuvola örökérvényűségét bizonyítja az is, hogy ez az egyik legtöbbet játszott opera a világon. Történetét pedig számos művészeti ág feldolgozta már.